Maros megye több településén máig használatban vannak a kommunista időből maradt faoszlopok, sok közülük a telefonszolgáltatók tulajdonában van, korhadt, elavult állapotuk miatt ezek ma már balesetveszélyesek. A nyárad mentén haladva számos kitámasztott, félredőlt, elhajlott faoszlop látható, ezeken megereszkedett kábelek lógnak, mindez a Telekom telefonszolgáltató tulajdonába tartozik. Sok közülük veszélyt jelent úgy a lakosokra, mint a településen áthaladó személyekre nézve. Az önkormányzat és az itt élők több ízben is panaszt tettek a szolgáltatónál. De a telefonoszlopainkkal azokkal elég problémáink vannak, olyan évente 2-3 alkalommal előfordul, hogy valamilyen szakaszon a telefonos oszlop az, hogy az utcára dől, vagy valakinek a házát veszélyezteti, vagy kábeleket lopnak el a telefonokról, mert az oszlop a kint a határon ledül, és akkor a kábelt könnyebben elérik az emberek. Tehát azt lehet mondani, hogy kultán is furcsán vannak gondok a telekomos régi faoszlopokkal. Hasonló a helyzet a mezőségi utak mentén is. Itt is sok helyen levágott kábelek lógnak a semmibe, máshol szemmel láthatóan csak a kábelek tartják az oszlopot. Házakat veszélyeztető pozícióban, korhadó állapotban vannak a fenyőfából készült poznák. A lakosok tisztában vannak a veszélyforrással, de tenni ellene nem tudnak. Nagy veszélyt jelentenek úgy a gyalogosok, mint az autóval elhaladók számára. Bármikor egy vihar következtében kidőlhet, egy autóra eshet, egy gyerekre akár, vagy bármelyik lakosra. Szerintem nagyon régiek, ki kéne cserélni őket, de senki sem csinál semmit. Mezőcsáváson ott létünkkor épp a telefonszolgáltató alkalmazottja mérte fel az oszlopok helyzetét. Az egész országban, így a megyében is számoljuk, felmérjük az oszlopok helyzetét. Telekom, Románia. Ki lesznek cserélve ezek az oszlopok? Nem, a faoszlopok még használatban vannak és lesznek, amelyekre nincs szükség, csak azokat számoljuk fel. Így egyelőre úgy néz ki, a lakosok és önkormányzatok szélmalomharcot vívnak, ugyanis az oszlopokat továbbiakban is veszélyforrást jelentenek majd rájuk nézve.